versenyen jártatok, és milyen eredménnyel? Tisztán innen Dunántúl népdeneklési minősítési versenyen jártunk NSDA-son március 1-én, ahol aranyminősítést kaptunk mi Gróti Betyárok, és a csapatunk egyik tagja, Katona László, egyéni minősítésben is versenyzett, és ő kiemelt aranyminősítése tovább jutott az országos döntőre. Mit adtatok elő? Milyen volt a felkészülés? A szokásos népdalcsokrot adtuk elő, amelyet kibővítettünk egy új számmal. A felkészülésekre Handi néni lejött, mivel már nem itt tanít, nem ebben az iskolában, ezért le kellett neki jönnie. Nehéz volt? Milyen út vezetett eddig? Kezdetén még nehéz volt, de most már összeszoktunk, és egyre könnyebben gyakorlunk. Számon tartjátok azt, hogy hány elismerést kaptatok már, illetőleg hány helyen szerepeltetek kirobbanó sikerrel? Igen, számon tartjuk, hiszen kaptunk mindenhol szinte oklevelet, és azok fenn vannak ugye a szobába, vitrínbe is megvannak. És mostanság is nagyon sok fellépésünk akad, például holnap lesz Vindornyán a fellépésünk, Csáfordon is, és mostanában igen, hívnak minket, elterjedtek lettünk. Ti ebben az esztendőben végeztek a Deákban, hogyan tovább, mik a tervek? Hát ez egyelőre még nem tudjuk, hogy hogyan tovább, de szeretnénk együtt maradni. Esetleg hétvégén tudnánk találkozni, hiszen mind a ketten rendészeti iskolába szeretnénk menni, és még a Katona Laci is. Nem tudjuk, hogy fog alakulni ez a dolog. Hát szerintem is jó lenne, ha együtt maradhatna a csapat, hiszen együtt kezdtük, és együtt is kéne folytatni az egészet. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyebb már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Pam, pam, pam!